Frunza meg tud fordulni ezúttal a ritka pillanat a mérkőzésen. Tisztáznak, de röviden Radu. Kemény lövés, levágódik. Ott van még Rajkán. Bodnár. Meglódulnak. Bernát Siklósinak. Jön Bodnár középült. Bodnár, ott a helyzet, ott a gól. Bajzát Péter volt az. A csereként beállt Bajzát. Formás támadás végén első PMB-s gólját szerezte. A 90. percben 2-0 a Debrecen javára eldőlt a mérkőzés. Nem tudtuk tartani a labdát, pedig a taktikának lényeges része az volt, hogy ha megszerzett labdával támadjunk, menjünk fel, sok volt a eladott labda, nem tudtunk kibontakozni. A fiúk az elsőbe félidőbe, amit én szerettem volna kérni, az, hogy egy felállt védelem ellen a széleket kihasználva, tehát széleken mögé kerülni, azt nem igen hozták, illetve az átlövések lehetősége is elmaradt, mert oda sem nagyon kerültünk. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy a csapat akarásból akart, főleg egy héttel ezelőtt a Nyíregyháza első fődőt veszem figyelembe, akkor mindenképpen azt kell, hogy mondjam. És úgy érzem, hogy a két gól mindenképpen az akarat diadala volt, és a játék fölénye, amit ezen a meccsen produkáltunk, az mindenképpen úgy érzem, hogy megérdemelté teszi ezt a győzelmet. El kell ismerni, hogy 1-0, a Diós Györgynek is volt két olyan lehetősége, ha berúgja, akkor most lehet, hogy más a leányzó fekvése. Ez volt az első gólod a PMB-ben. Így képzelted el egy ilyen mérkőzésen, vagy hazai közönség előtt? Hát igen, főleg, hogy két nagy tábor volt, a Diós György és a debreceni. Így láttam, hogy Siklósit kiindították ott a szélen, és láttam, és itt, hogy beérek a bepasszba, és odaértem.